Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, na, óriási már a hype, már mindenki erről beszél, Warframe The Sacrifice weboldala fönnáll, ami annyit tesz, hogy egy hét, két hét, de ebben a hónapban már meg fogjuk kapni. Egy kis bocsánatkéréssel is tartozom, nem nagyon lököm ki magamból a videókat manapság, ne örögödjetek, de az internetem egyszerűen katasztrofális, mert megrendeltem egy újat, kb. Két hét, amire be fogják szerelni, és annyira szörnyű, hogy nem tudok játszani például, tehát nem tudok videóanyagot rögzíteni, most is abból élek, ami így megvolt már, már előre el volt rögzítve. Tehát így például a Warframe-et az nem nagyon szokott laggolni, tehát a Warframe-nek nem nagyon szoktak ilyen problémája lenni, de még az is katasztrofális állapotban van. Aztán átmentem egy kicsit Battlefield egyezni, és 3800-as pingen volt, aztán ott feladtam, tehát így azt mondtam, hogy bocs, de konkrétan néha nincsen internetem, úgyhogy túl frusztráló, hogy az ember egyetlen, tehát némi videóanyagot készítsek, és egyszerűen nem lehet. Nos, de viszont szeretnék egy kicsit beszélni a Sacrifice-ról, ugye nagyon-nagyon már dédelgetik ezt az egész dolgot, és lehetséges lesz, hogy umbrákat is kapunk, vagyis umbrát, Excalibur umbrát is kapunk ezzel a questtel. Jó kérdés, hogy mi lesz a sorsa. Én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nem az lesz, hogy egy új Warframe széria sorozatot fogunk kapni, mivel hogy ugye, hogy minden Warframe, hogy csinálják egy umbrát, nekem az nagyon nem feküdne valamiért, nagyon nem tetszene egy újabb Warframe sorozat, amit ki kellene farmolni, vagy megvenni, és a többi. Sokkal jobban kedvelném azt a változatot, ha például ha egy umbra Warframe-et akarsz, akkor az eredeti Warframe-nek valahol meg tudnád változtatni a statjait, valamelyik statját megváltoztatnád, de cserébe valahogy gyengébb lenne. Mondjuk például növeled az életét, de cserébe csökken a shieldje, vagy az armorja, vagy az energiaszintje, vagy növeled az energiaszintje, csökken az élete. Tehát valami módosítást hajtanál végre, amitől a Warframe-ed átmenő úgynevezett umbrába. És mondjuk hol lehetne ezt megcsinálni? Hát az infestet szobába. Most mondtam valamit, például a kokáért, mivel ugye már fönnáll a Warframe-nek a Sacrifice weboldala, és most szólok, hogy be tudtok váltani egy promókódot, hogyha elmentek a weboldalra, ott lesz, hogy promókód beváltása, úgyhogy ezt váltsátok be, kaptok 3 napos Affinity Boostert, és konkrétan egy teás felszerelés, féleséget dísznek, kicsit röjjes, de a 3 napi boosteré, Affinity boosteré megéri, úgyhogy, ja, váltsátok be. Szóval, hol is lehetne megcsinálni, hogyha neten az umbrák, ha bejönnek, akkor ja, lehessen változtatni rajtok. Ne új Warframe-ek legyenek, hanem a régieken alakítani lehessen különböző dolgokat. Ha ez megtörténne, gondoljatok végig, mennyi modolás fajta létezhet, mennyivel változatosabb lenne az egész modolás a Warframe belül, és mennyire és még jobban személyre szabottabb lenne, mint ami. És a nagyon okosok el is kezdték amúgy lefordítani a tenú írásokat, ami megjelenik a weboldalon, és kijöttek ilyen szavak, hogy hibrid, meg hogy helmet, meg hogy Project 9, Isten se tudja, mi lesz. Szóval ilyen kult szavakat rejtettek el a weboldalon, és természetesen azért megindultak itt az agyok, és én szeretem a Warframe-nek a lore-ját, és szeretek egy kicsit belemerül, nem túlságosan nagyon geekelni magamról, csak úgy az az ember képbe legyen. És ezért is így fordult meg a fejembe, hogy kapunk umbrákat, és Project 9, meg Helmet, meg hibrid, meg ilyesmi, szóval így járkál a fejembe, hogy mi van, hogyha az umbrákat úgy lehet létrehozni, hogyha valamit valahogy összekeversz, és megtörténik az apróság, hogy meg tud változtatni a statjait a Warframe-ednek valamilyen szinten. Szóval az azért nem lenne rossz, valljuk be őszintén. Úgy el tudnám képzelni az umbrát, és úgy értelme, úgy nyerne számomra a legnagyobb értelmet ez az egész. A másik ilyen jövőbeli kis terveket, amiket láthatunk, hogy a tenóknak lehetséges, hogy lesznek kardjaik, mármint nem saját, hanem konkrétan azok a kardokat forgathatja a tenó, amiket a Warframe-el te forgathatsz, és valószínűleg azok is benne lesznek, szóval mindenképp teljesen odafelé vezet az egész Warframe útja. Ez nem a mostani update-ben megesett, később, hogy a tenó
és a maga a Warframe szinte már egy egyenlő, tökéletes szimbiózisban lehet majd harcolni, a kettőt felváltva, amikor szükséges, és ez nagyban megváltoztatja majd a játékot, még jobban, mint ahogy most megváltoztatja, és úgy gondolom, hogy egy pozitív irányba változtatja a játékot, és sokkal változatosabbá, szebbé és jobbá fogja tenni. Na de, ami a Sacrifice-ot illeti, nézzétek meg a trailert, nagyon komoly. A trailerben Baal elmondja, hogy a Void-tól kapod az energiát, bocsánat, a Lua-tól kapod az energiádat, de a mestereidet nem tagadhatod meg, ha jól emlékszem, ezt mondja. Ami megint csak egy érdekes dolog, de majd meglátjuk, hogy mi van. Hogyha akadálymentesen akarjátok majd végigcsinálni a Sacrifice című questet, akkor meg kell csináljátok az apostazi prológot, konkrétan ugye azt a küldetést, ami a Tenu, a te kis saját szobádban van ott a jobb oldali bejáraton a hajóban. Az apostazi küldetést meg kell csináljátok, és akkor tudtok majd a Sacrifice küldetést megcsinálni, úgyhogy erre készüljetek fel, akinek nincs meg, addig csinálja meg. Remélhetőleg egy epic questet fogunk kapni, mert én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova tűnt Lotus, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Ballasról, illetve Lotusról, a kapcsolatukról kiderül-e valami. Kiderül-e Amazon elmélet, amit annó felhoztam, hogy valójában Ballas felhasználta Lotust a saját céljai érdekében, mégpedig ugye nagyban közrejátszott abban, hogy a régi Orokin érát elpusztítsa, vagy elpusztítva lássa. Meglátjuk, hogy alakul. Ilyen kis update videót szerettem volna, nem is csinálom túl hosszúra, mert különben sosem fog feltöltődni című történet, srácok. Köszönöm a figyelmet, kérdésétek vannak a videó alatti kommentben, Facebookon megtaláltok Discord szerverünket, a videó leírásában megtaláltok, bárki csatlakoztat nyugodtan, klánba is várunk titeket szeretettel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!